napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak, és akkor továbbra is filmekről beszélgetünk. Ma sokak kedvence a Kemény kalap és krumplior jön az Újbudai TV-ben. Berkes Gábor van itt velünk. Jó napot, vagy szervusz, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Hát, szerintem egyből. Üdvözlöm a kedves nézőket. Nem tudom, hova nézzek rád, vagy a kamerába, hogy lesz jó. Szerintem ez egy gyakorlott filmszínésznek menni fog. Jó. Hogy mikor, hova kell néznie. Persze zenész, zeneszerző, zenei producer vagy, sokan úgy ismernek, de hát azért a nyilvánossággal először mégiscsak a Kemény kalap és krumpliorba találkoztunk veled. Nekem is ez gyerekkorom nagy filmélménye volt. Hogy keveredtél bele ebbe a filmbe? Hát abban az időben ugye nagyon sok tévéjáték, meg mindenféle magyar film készült ugye gyerekekkel is, hiszen 70-es években ez nagyon dübörgött ez a történet. A televízió épületében, aki járt akkoriban, az látta, hogy folyamatosan nyüzsgés, pörgés, stábok jöttek, mentek, színészek jöttek, mentek, tehát iszonyú élet volt. Én szám szerint nem tudom, hogy mennyi alkotást készült, tévéjáték, film, ilyesmi, de biztos, hogy rengeteg, hiszen volt olyan év, hogy mi is 2-3 filmbe is bekerültünk abban az időben. Na és engem úgy válogattak oda be, hogy hát ez a szokásos iskolában mentek, jöttek, meg ismerettségek, meg a rádióból próbáltak gyerekeket szedni. Elkerültem egy válogatásra, ahol mondták, hogy tök jó a karakter, de nekem ilyen gomba frizurám volt, ilyen kis már nem tudom milyen hosszú, de hosszú volt a hajam akkor éppen, és hát mondták, hogy ez egy jó karakter az enyém, de le kéne ezt a hajat vágni ilyen ekkorára. Mert ez a figura, ugye ez a kemény kalapos fickó, ez a Süle János, ez így néz ki. Hát én mondtam, hogy hát majd megnő, vágják le, hát mit bánom én, hát nem csináltam én ebből ügyet, nem azért volt nekem olyan haja, mert imádtam, hanem anyukám úgy vágta le. És akkor levágták a hajamat, tüsire volt egy próbafelvétel, mondták, na, akkor ez a karakter, ezt te leszel. És így. Ennyi. És így. Az nem játszott közre, hogy édesapád meséket ír? Nem, ugyanis hát bármilyen hihetetlen, a protekcionizmus akkoriban nem működött olyan jól, mint manapság, és teljesen más vonalon, tehát egymástól függetlenül kerültünk ebbe a körbe, ugye ő az irodalmi kapcsolatai révén lett író még ifjúkorában, én meg az iskolából kerültem be a filmekbe, és csak sokkal később lett ebből kapcsolódás, ami a véletlen, hát ugye voltak az írók, akik írtak, voltak a gyerekek, akik játszottak, és aztán egyszer csak én oda kerültem később az ő egyik alkotásában, mint szereplő. Ez a Utánam srácok? Igen. Az utánosok automatikusan a Kemény kalap után vittek, hiszen az ott lévő gyerekekből többen is szerepeltek az utános srácokban. Ez a felvétel, ez a forgatás, ez nektek munka volt? Szóval ez egy kemény munka, ez egy jó hosszú, azt hiszem 4 vagy 5 részes tévéfilm, eredetileg amiből aztán készült egy körülbelül 100 perces mozifilm, vagy ez azért ez buli volt? Hát utólag visszagondolva biztos, hogy a munkára szavaznék, mert rettentően elfáradtunk mindig, de mi ezt nem éltük meg munkának. Tehát végül is fölkeltünk minden nap 7-kor, 8-ra jött értünk a forgatásról egy kocsi, általában valamilyen akkor működő taxivállalatnak a sofőrje, és anyukával együtt vitte a gyerekeket a helyszínre, és körülbelül este 8-ra értünk haza. Tehát azért ez elég húzós volt, és ott ugye készenlétbe kellett lenni, volt olyan, hogy csak délután kerültünk jelenetbe, de azért kimentünk reggel, mert nem lehetett tudni, hogy hogy alakul a forgatás. Tehát biztos, hogy ez munka, de mi tök jól éreztük magunkat, nem volt senkiben ez benne, hogy meló. Hát volt néha a forgatás, amit mi annak tekintettünk, hogy munka, de a jelenetek között, meg a szünetekben remek jól elszórakoztunk. Tehát azért volt baj ott azzal a sok gyerekkel, állna szétszaladtunk, szétszélettünk, rosszalkodtunk, nem találtak meg minket, fölmásztunk a fa tetejére, elbújtunk valahova, tehát azért nem volt ez egyszerű. Ugye hát ilyen 9-10 éves gyerekekről van szó, azok nem arról híresek, hogy itt a szobanövény leteszed őket, és akkor ott maradnak. Kellett szöveget tanulni, próbálni, szóval volt, mert nyilván az, hogy ott elbohóckodni, azt gondolja az ember, hogy ez milyen jó. Igen, kellett, de hát 9-10 éves gyerek ugye az iskolában, akkor a verseket, mindent tanult, tehát nem okozott problémát annak a jelenetenként 6-8-10 mondatnak a megtanulása, még akkor volt agyunk, ugye, amit az ember később elkoptat meg elhasznál, de gyerekek gyorsan tanulnak, tehát ilyen szövegprobléma nem volt, ráadásul ugye a rendező megengedő volt többször,
Ha nem pont úgy mondtunk el valamit, vagy kimaradt egy szó, vagy beraktunk valamit, akkor ebben nem volt probléma, csak azért nagyjából ez a helyén legyen, működjön, ez volt a fontos. Bácskai Lauró István volt ennek a filmnek a rendezője, Rádai Mihály az operatőre, akit később, mint szereplő, már tévészereplő ismertünk meg, és hát egy csomó a korban nagyon ismert színész játsz, felnőtt színész játszott benne, Alman Pétertől kezdve Alfonzóig egy csomóan. Azt értékeltétek, vagy az számított valamit, vagy olyan mindegy volt? Nem volt mindegy, mert azért, tehát pont már abban a korban voltunk, hogy tudtuk, hogy ki kicsoda. Tehát nyilván egy 5-6 éves gyerek az még nincs képbe, de mi már ugye láttunk tévét, láttunk már különböző dolgokat, hallottunk, ugye már tudunk olvasni, tehát újságokat olvastunk, nem azt mondom, hogy rendszeresen, de otthon ugye mindenféle újság volt a lakásban, és azért belenéz az ember, tehát pontosan tudtuk, hogy ki kicsoda innen, onnan, amonnan. Azt is tudtuk, hogy ezek nagyon nagy művészek, nagyon nagy nevek, tehát a szakma krémje, aki ott van, képbe voltunk teljesen, igen. És rettenetes megtisztelő volt, hát ugye az első egy-két napban, hogy mindenki egy kis megszeppelme, meg hát nem találta a helyét, de hát egy pár nap után annyira jó fejek voltak ezek a, hát nekünk ugye bácsik, nénik, akikkel dolgoztunk, hogy a gyerekek tök jó föloldódtak, és hát teljesen jó kollegáris viszony alakult ki, tehát nem úgy kezeltek minket, mint gyerekeket, hanem mint kollégákat, és ez nagyon fontos volt, mert így tudott az egész történet jól működni. Szóval, hogy ti a magatok korában sztárok voltatok, nem? Hát utána igen. Most gondolj bele, hogy volt egy magyar televízió, ami ott lement, azt, ha nagyon rossz időben ment, és nagyon kevesen látták, az is volt 3-4 millió ember, tehát automatikusan mindenki megismert minket, ennek minden előnyével és hátrányával. Hát én azért igyekeztem valamennyire belesimulni a környezetbe, nem voltam ilyen kérkedő típus, tehát tulajdonképpen nekem az iskolában nem volt ezzel problémám, az osztálytársaim tök jó fejek voltak, meg jól fogadták, én is próbáltam nem visszaélni ezekkel a dolgokkal, tehát úgy nem volt nekem ezzel bajom. Te a regényt ismerted, amiből készült ez előtte, vagy elolvastátok Csukás Istvánnak ezt a könyvét? Nem olvastuk el, mert nem kaptuk a kezünkbe, és hát a kiválogatás volt valamikor tavasszal, és hát nem sokkal utána forgattunk, ugye eddig jártunk még iskolába, tehát nem is került elő, úgyhogy nem. Az milyen volt, amikor először nézted meg magad? Nagyvásznon, lehet, hogy Musztert néztetek, vagy ilyen közbevetítéseket, de amikor úgy nagyvásznon, közönség is van, tehát amikor már mozi-mozi. Hát... Nem emlékszem az érzésekre, hogy mit éreztem akkor, de nekem valahogy úgy tűnt, és ezt így most az egész menetre mondom, az elejétől kezdve a forgatás, a muszternézés, a visszatér, tök természetes volt minden. Hát nem éreztem azt, hogy most kiléptem volna a bőrömből, vagy valami olyan dolgot csinálnék, ami teljesen kívül áll rajtam. Tehát minden olyan jól működött, nagyon érdeklődő voltam, nagyon szerettem az egészet, a környezetet, a műszaki részét, ugye nagyon egy kis barkácsolós gyerek voltam már abban az időben, és nagyon tetszett ugye ez a sok szerszám, meg kamera, meg magnó, meg lámpák, meg minden eszköz, ami ott volt, állam, néztem őket, a járműveket, tehát én ilyen műszaki bolond voltam, és emiatt is nagyon élveztem a forgatásra menést, mert amikor szünet volt, mindig elfoglaltam magam, vagy odaültem a hangmérnökhöz, vagy az operatőr mögé, vagy a világosítókkal kokettáltam, tehát így nagyon jól el voltam. Végül is kitanultál egy szakmát, egy jó szakmát. Hát most nevetni fogsz, de gyakorlatilag mire én hát kvázi a zene világába kerültem, és elkezdtem ugye ott mozogni, hát addigra én ezt a háttéripart, ezt teljesen jól ismertem minden részletében. De te mindig zenész akartál lenni, nem? Mert nézem, hogy zenei óvodába jártál, zenei általános iskolába, zenei szakközépiskolába, tehát szerintem te már hamar, már film előtt is gondoltál arra, hogy zene. Hát úgy mondom, hogy én soha nem akartam színész lenni, tehát a zene az úgy viszonylag ilyen, hát az, hogy zenész leszek, az nem volt biztos, de gyerekkoromban tanultam zenét, zeneóvoda, jártam zeneiskolába, nagyjából amikor a konziba jelentkeztem, ugye 13 és 14 éves korom között, most pontosan nem tudom, hogy ez mikor volt, évben, mert ugye a jelentkezés mindig előbb megy be, hogy addig nem volt eldöntve, hogy én zenész leszek, ott volt már esetleg valami szikrája, noha ezzel párhuzamosan matek-fizika szakra is fölvettek a Táncsicsba, de aztán nem mentem oda, mentem a zeneiskolába, és nagyjából ott dölt el
a zenész szakmám. A színészet nekem soha nem volt cél. Tehát gyakorlatilag a gyerek szerepek után én nem is akartam. Még egyszer visszahívtak később Fejér Tamás egy filmhez. Az nagyon érdekes volt, a Lógós színű film, meg a Csata Hóban, amit már kvázi felnőtt fejjel 17-18 évesen csináltunk, amikor én a konziba végzős voltam, és ott már a zenébe is bele tudtam nyúlni. Tehát mind a két filmnek a zenéjén is dolgoztam, mert a drága rendező úr az megengedte, hogy én ott bábáskodjak, illetve csináljak valamit, és ez így tök jó volt. Amikor elkezdtél színpadon zenélni, akkor nem volt az egy olyan kellemetlen érzés? Ezt gondolom mindenki megkérdezi azoktól, akik gyerekszínészek voltak, majd később is a nyilvánosság előtt maradtak, hogy hát biztos egy csomóan azt a 7-8-10 éves korodat idézték fel, hogy jaj, de édes kisfiú volt, most pedig mit csinálott a színpadon? Mit csinálott az a bácsi? Igen. Hát akkor még lehet, hogy az elején nem voltál bácsi, és most se feltétlenül. Hogy mondtam, tehát nem, a közönség felől én soha nem éreztem azt, hogy nekik ez gond. Nagyon kedvesen mindig megemlítették, visszaemlékeztek rá. Akkoriban ez nem volt fura, hiszen nem telt el csak, mit tudom én, 10-15 év. Mostanában, ugye azért, ha megnézzük a 74-hez képest hány év telt el, mostanában ezt már mondhatom úgy, hogy távoli ez a történet, mert majdnem fél évszázaddal ezelőtt volt, de még mindig emlékszik rá mindenki. Tehát aki legalábbis abban a generációból való, illetve érdekes módon a fiatalok is, hiszen ez mindig előjön, ez a film megnézik, ismétlik, sőt, ahogy hallom így az ismeretségi körben, a gyerekek a mai napig a kicsik megnézik. 6-8-10 évesek megnézik a Kemény Kalap Krumpliort 74-ből, tehát ez úgy látszik elévülhetetlen. Te gyerekeid megnézték? Persze, meg hát megvolt az utána srácok DVD-n a Kemény Kalapot is, az nem volt meg DVD-n, az VHS kazettán volt meg, de azt is látták. Meg hát figyelj, a tévében volt olyan időszak, hogy minden évben valahol lement. Igen. 90-es évek, 2000-es években, tehát nyomkodtad a tévét, előbb-utóbb valahol felbukkad, vagy a Duna tévén, vagy M1-en, vagy valahol mindig jött. Igen, mert vannak ilyen filmek, amik ilyen korszakos filmek, amikből idézetek is megmaradnak, és újra meg lehet nézni. Bizonyos szempontból csak annyi változna, hogyha ma forgatnák le ezt a filmet, hogy biztos a fiúk a nyomozásba valami mobiltelefont is bevetnének, de hát egyébként ugyanaz lehetne a sztori. Ugyanaz, de én azt gondolom, hogy az a kis édes világ, ami abban az időben volt Magyarországon a 70-es években, nem csak Magyarországon, a világon, az a fajta, ugye már jóval túl volt mindenki minden háborún meg, tehát olyan kis békés volt minden. Én szerintem ma ebbe a kapkodó, rohanó világban ezt az érzést már nem tudod megteremteni sehogy. Már gyerekek is egész más tempóba gondolkodnak, meg léteznek, mint akkor. Jogosultsága. Szerintem ma egy ilyen sztorival nem lehetne előjönni. Ennek csak részben mond ellen, amit mondasz, hogy mind a mai napig megnézik ebben a régi változatban is ezt a filmet, amiben persze biztos a szülők is benne vannak, hogy annyiszor mondták, hogy Kemény Kalap és Krumplior, hogy a gyerekek kíváncsiak rá, tehát nyilván a szülők, vagy már sokszor a nagyszülők gondolatai is benne vannak, de hát mégiscsak megnézik mai fiatalok is, akkor lehet, hogy lehetne hasonló filmeket csinálni még mindig. Hát most erre mondok egy zenei hasonlatot, a Beatles-t is meghallgatja mindenki, de ha ma csinálná egy olyan lemezt, nem érdekelne senkit. Aha. Én azért a zenész lennék, megpróbálnék egy olyan zenét, olyat csinálni. Sokan megpróbálták hangzásban mindenbe össze-vissza, tehát meg nem a Beatles-et, bármit, tehát megpróbáltak el 20-30-40 évvel ezelőtti trendekkel, és hát a maximum az volt, hogy egy válveregetés. Tehát én azt gondolom, minden kornak megvan a maga sajátja, és a különböző művészetek, filmek, zenék, meg bármi az abban a közegben működik. Ha azt adaptálod 40 évvel később, és nem valamilyen más módon, akkor ugyanaz nem fog működni. Az is érdekes ebben a filmben, hogy ebben a korban milyen sok gyerekfilm készült, rettentő sokan nézték meg ezeket a filmeket, mégis azért nem ezt tartották se az alkotók, gondolom se a filmhez értő közönség a filmművészet csúcsának. Tehát ez egy picit szerintem ilyen lenézett műfaj is volt a filmen belül, másrészt meg irigykedtek rá, hiszen a legnagyobb mozi sikerek valószínűleg ezek a filmek voltak már akkor is. Ugye ez két film, mert tévé is volt meg, ahogy mondjuk már mozi is. Nem érzékeltem ezt a kasztrendszer szerint, amit mondasz a filmvilágban, mert mondjuk a legjobb példa erre ez a két film,
hogy a legjobb szakemberek, a legjobb rendezőgárdából, operatőr, színészek, tehát mindenből az első osztályú csapat került oda. Nyilván hát a gyerekeket most nem sorolom ide, mert mi gyerekek vagyunk, de tehát itt nem volt másodosztályú ez a forgatás, meg ez a film, meg egyáltalán ennek a körülmény. A pénz, amit rászántak, mert ezt ugye lehetett a szakmai emberekből hallani, meg hát mindig beszélgettek erről, meg a szülők ugye kérdezgettek, hogy itt megvolt a megfelelő mennyiségű szakember, volt mindig elég lámpa, tehát szántak rá pénzt, technikát, időt, hát 70 napig forgattuk, tehát én nem érzem ezt, amit mondasz, hogy ez egy ilyen B-kategória lett volna szakmailag. Mondod, hogy több filmben is játszottál, de aztán így felnőtt korodra többé-kevésbé végig lett, azt hiszem, vagy nem, lehet, hogy tévedek, akkor javíts ki, a filmes karrierednek. Nem kerested a lehetőséget, vagy téged nem kerestek, vagy annyira mást kezdtél el csinálni, hogy erre már nem értél rá? Kerestek egy darabig, aztán nem, mert nyilván ki is nőttem ebből a korból, és akkor, amit mondtam az előbb, hogy a Fejér Tamással készült még két olyan film, ahol én már kvázi ilyen kamasz vagy kis felnőtt, nem tudom, a 17-18 éveseket hogy hívják manapság, de hát annyi idős voltam, és akkor még két filmet megcsináltunk, de mondom, ott az volt az alkutárgya, hogy én azt mondtam, hogy én zenélek, nagyon zenélek intenzíven, tehát akkor már zenekarom volt, meg egyáltalán teljesen bele voltam őrülve a zenébe. Mondtam, hogy ha a zene közelbe tudok ott kerülni, meg tudom a filmzenét csinálni, vagy legalább részt venni benne valamilyen módon, akkor szívesen, mert ugye dolgozott vele korábban, és akkor hívott. Egy 3-4 év kihagyás, sőt, még talán több is volt, mert 8-os korom után nem filmeztem, és amikor ezt csináltuk, akkor meg már 4-es voltam a középiskolában. Ez a film nagyon nagy siker volt, az Utánam srácok nagyon nagy siker volt, talán nem tudom, hogy ekkora, talán nem ismétlik annyiszor, de akkor is nagy siker volt, ugye az első emelettel nagy sikereket értetek el. Szóval, hogy te a pályád elején nagyon magasról indultál, amit nyilván nehéz utána utolérni, túlszárnyalni pláne. Hát egyrészt nem törekszik az ember erre, tehát amikor én ugye végeztem a filmezéssel, akkor az elejé pályán indult, senki nem tudta, vagy mondta, hogy az hova fog kifutni, én se tudtam, csináltam a dolgom, aztán nyilván az ember, ahogy alkot dolgozik, kialakul, hogy ő mennyire sikeres lesz. Mit akartam ebből kihozni? Most belebonyolultam a saját filmomba. Hát, hogy nem azért indulsz el feltétlenül, hogy sikeres legyél, vagy nem tudod, hogy sikeres leszel, de szereted csinálni, vagy fontos neked. Én szerintem nagyon kevesen vannak, akik bármihez úgy fognak, hogy már pedig én most sikeres leszek. Lehet ez ma divatos, hogy valaki indít valami csatornát, és eldönti, hogy én most befut, meg sztár lesz, de tehát régen ez nem így működött. Mindenki valahol elindult, megfogta a gyeplőt, és elkezdte csinálni a dolgát. És ha elég ügyes, kitartó és tehetséges volt, akkor ez működött. És kicsit szerintem igazságosabban is szelektálódott akkoriban a kvázi a művészvilág, mint manapság. Majd kicsit azért manipulált minden médiával, sajtóval, televíziókkal, internettel, már rettentő jól lehet mindent irányítani, befolyásolni. Azért régen ez nem így ment. Az első emeletben mi volt neked a legfontosabb? Az, hogy nagy közönség van, hogy éneklik a dalaitokat, hogy elmennek a koncertekre, hogy tényleg na ott akkor egy időben úgy volt, hogy kapcsolták kettőt, egy rádión szembe jött egy dalotok. Nem ez volt a fontos. Nekünk az volt a fontos, hogy játszhassunk, rengeteget próbáltunk ugye az elején a semmire, tehát még nem volt se lemezszerződésünk, se koncertdátumunk, de már próbáltunk hónapokig. Mindenki nagyon, nagyon zenész volt ott, tehát az volt a lényeg, hogy zenéljünk, és aztán utánunk jött a siker, tehát gyakorlatilag hátba vert minket az egész. Mi elindultunk a kis tempónkba, dolgoztunk, és aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy benne vagyunk egy olyan folyamatban, amire igazán nem készült fel előtte senki. Tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes kialakulás volt. Időrendben ezt hogy mondjam neked, ki 82-ben indult ugye a zenekar, és 84 közepe, vége, ősze fele ugye, amikor megjelent az első lemez, akkor érett be a sikert. Tehát tulajdonképpen két évig csak a meló volt, és az építkezés, és utána indult be. Nem volt egy már úgy előzenekarotok, hogy a nektek saját magatok elődje Lobogó néven? Volt Lobogó, meg volt Solaris, ugye ez két instrumentális zenekar volt, jazzrock zenét játszott mind a két együttes, remek jó zenészekkel, ugye hát a Kis Szabó Gabi, a Bogdán Csabi az onnan jött,
én lobogóból jöttem, mint villentyűs, és hát nagyon szerettünk volna valami olyat csinálni együtt, ami egy picit izgalmas, új, ugye énekest akartunk, mert ebben a két zenekarban nem volt ének, csak hangszer, szólók, egymás ennyi által, ugye mindenki rettentő módon topzódott a saját tehetségében, tehát ugye egy ilyen instrumentális zenekar arról szól, hogy minden zenész folyamatosan játszik, akár ha nem, és nincs énekes, aki ugye háttérbe szorítja a muzsikusokat, tehát ez egy tök más világ, kicsit a jazzre hasonlít, ahol szintén ugye hangverseny van, és mindenki megmutatja magát. Egy rendes zenekar meg van, egy énekes, aki nek alárendeli magát ugye az összes többi, és nekünk ezt meg kellett tanulni az elején, hogy most ez egy ilyen dolog lesz az emelet, de hát ezt hamar megszoktuk. Akkor nekem eszembe jutott, hogy hol láttalak először. Szerintem 1981-ben a Lobogó Együttes, a gimi, ahova jártam, a Madács a Hajógyári szigeten szervezett egy bulit, és ott ti fölléptetek, pár dalt eljátszottatok, és akkor azért azt néztem, hogy fú, zenésznek lenni, ez király, mert olyan lányok, ahogy így néznek, az mekkora sztárság, hát akkor még úgy kezdők, relatíve kezdők voltatok, meg elég mostohák voltak a viszonyok, de kész, letaroltátok a közönséget, tehát attól kezdve kész, labdába se rúghattuk. Én annyira nem emlékszem erre, hogy ott a lányok különösebben néztek volna, de lehet, hogy igazad van, mert nyilván néztek, de... Én is igazából csak egy lányra emlékszem, ami fájt nekem, a többiek nem. Azért igazán erre a korai Lobogó Együttesre ez nem volt jellemző. Nyilván a közönség szeretete, a lányok meg a rajongás az emelettel indult el. Tehát én szerintem ez tök természetes mindig, amióta ez a zene van. Ha vannak ilyen fiatal fiúk, akik ott muzsikálnak, gitároznak, énekelnek, az úgy mindig tetszik a lányoknak. Tehát ez valahogy így van kitalálva. Szerintem ez minden korban, ez az 50-es években így volt, ma is így van, hát imádják a mai sztárokat. Tehát ezzel szerintem nincsen semmi gond, de amikor a Lobogó ment, akkor még azért erről nem volt szó. De tök jó volt zenésznek lenni, ebben igazad van, mert most gondolj bele, hogy azért 17-18 éves fejjel már színpadra fölmenni, most bármekkora színpad, meg bármilyen rendezvény, azért az jó. Tehát az már az embert egy picit így kimozdítja a mindennapokból. Hát igen. Körülbelül egykorúak vagyunk, tehát azt láttuk, hogy mi lent, nekünk az jut, hogy csápoljunk, vannak, akik meg fönt tudnak valamit, nyilván sok munka volt abban, szóval nem úgy mondom, hogy cseréljünk, vagy kicsit persze. Azért irigykedtünk. Mit csinálsz most, mostanában? Most költözködtünk, azért még látszik itt össze-vissza minden kupi, még szerintem ilyen költöztető dobozok is voltak valahol a sarokban, ott igen látszik, de most csak így kipakoltam egy-két dolgot, meg hangszert, meg tudjak dolgozni, de majd ebből a helységből, amit itt látsz mögöttem, majd egy stúdió lesz nem sokára, mert az íróasztal kimegy innen, és akkor berendezkedek itt rendesen, csak hát még nagyon friss az új kecó. Egyébként mit csinálok? Várom, hogy vége legyen ennek a nyomorult vírusnak. Nagyon-nagyon letarolta ez a világot mindent, tehát most nem akarok részletekbe belemenni, hogy ki mennyire idézőjelben szívta ezt meg, de szerintem mindenki nagyon. Tehát zenészvilág rettentően, ugye én színháznak dolgozom, koncertezem, tehát azért ott az nulla, zéro, vannak egyéb melóim, szoktam ugye ilyen hangstúdióba dolgozni, meg tévés háttérmunkákat csinálok, az megy, de a zene színház az most, illetve most kezd indulni, most a színház már indul, szerencsére a zenekarra úgy néz ki, ha minden jól megy, akkor talán nyáron már fogunk tudni játszani, tehát most elkezdünk próbálni, úgyhogy szép lassan visszajövünk az életbe, remélem. Milyen számokat szeretsz mostanában előadni? Tehát akkor színpadra léptek, akkor milyen repertoárral készültek? Vagy most így a vírus utáni időkre mivel készültek? Emelet nevű formáció, ami az első emeletnek bizonyos részei, mert nem az egész zenekar van, ott csak a Kiki, ugye meg én, meg két vendégzenésszel dolgozunk, a Hastó Zsoltival és a Kelemen Tamással, de első emelet műsort játszunk, emelet dalokat, amit egy picit modernizáltunk, áthangszereltük, nem nagyon, tehát a jellege megmarad, de azért mai módon szólalnak meg a dalok. És hát a legjobb emelet számokat játsszuk. Most ez az aktuális műsor. Egyébként ugye nekem rengeteg egyéb zenei projektem volt, ugye a repülők, az emberek, ezek mind időnként előjönnek. Az emberekkel, Miller Zolival évek óta tervezgetjük, hogy majd valamit fogunk csinálni, koncertezünk, de még erről nem tudom mondani semmit. Hát igen, most hát csak eljön az az idő, hogy lehet koncerteket csinálni újra. Azt ígérik. Új dalok? Új dalok is lesznek.
Habár nekem erről az a véleményem, hogy egy régi jó, kvázi most ez nagyképű hangzik, de hát legendás zenekar, az mindig azt kell ott csinálja, ami miatt megszerették, meg ami miatt legendássá vált, tehát a közönség azt várja az ismert számokat, slágereket. Nem annyira kíváncsi arra, hogy mi most mit gondolunk a zenéről, de azért mi ezt meg fogjuk mutatni. Ennek ellenére, tehát készülünk néhány új dallal, illetve csinálunk egy-két zenei érdekességet. Amiatt, hogy legyen egy lenyomatunk ebből a korból, ugye, amikor most már 50-60 éves mindenki, másképp állunk a világhoz, gyerekek vannak, jönnek az unokák, tehát most nem vagyunk már sihederek, mint 30 éve. Valamilyen nyomot kell hagyjunk a zenei világban most is, én szerintem, tehát emiatt fogunk csinálni. És nem a siker. A Rolling Stones-tól is mindig az Angie-t kérik, pedig azt már elég sokszor hallottuk, és akkor utána jönnek az új alkotások, de soha rosszabbat. Igen, igen. Hát azért az Angie az a világ egyik legjobb dala, tehát azt úgy lehet is kérni. Lehet is. Köszönöm szépen, akkor nézzük meg a Kemény Kalap és krumpliort, és Bekes Gábornak pedig köszönöm szépen, hogy elmondta, és akkor sok jó zenészámot kívánok neked is, meg nekünk is. Üdvözöllek, szervusz, viszlát a nézőknek!